Nem könnyű feladat iskolát választani, hiszen az évek alatt többször meggondolhatod magad, milyen pályát is választanál. A Garai Gimnázium azonban biztosíték arra, hogy sikeres és zökkenőmentes lesz a továbbtanulás. És hogy miért éppen a Garai? Erről elsőként beszélnek azok, akik már megtalálták számításukat. 97 és 2001 között jártam a Garai Gimnáziumban. Azért választottam, mert jó hírű intézménynek tűnt, és nekem akkor azért már volt egy képem arról, hogy később mivel szeretnék foglalkozni, és úgy tűnt, hogy ez az az intézmény, ami megfelelő alapokat adhat később a továbbtanuláshoz. Tanulmányi szempontból azt mondanám, hogy két dolgot tudnék talán kiemelni, hogy egyrészt ami miatt én is választottam, nagyon sokan szerintem ezt választották, és pont ezért egy nagyon erős osztály alakult ki, tehát egyfelől nagyon erős diákok voltak, ami azt jelentette, hogy így húztuk fel egymást, meg volt egy ilyen, hát egy ilyen egészséges, nem mondanám, hogy versenyszellem, egy ilyen egészséges dolog volt, hogy így tényleg így húztuk fel egymást a tanulásban. És a másik része pedig a tanári kar volt, amire azt mondhatom, bár nincs összehasonlítási alapon, más középiskolában nem jártam, de nagyon erősnek éreztem ezt a későbbi tanulmányaim során. Láttam, illetve tapasztaltam, hogy nagyon erős hátteret kaptam itt ebben az iskolában. Milyen több generációs garais család vagyunk, mert az édesanyám is ide járt, a nagybátyám is, majd én is, aztán a húgom is. Igyekeztek a szüleim a lehetőleg megfelelőbb és legjobb iskolát megtalálni, hogy a későbbi tanulmányoknak egy megfelelő alapot tudjon nyújtani ez az iskola. Olyanoknak ajánlom, akik szeretik a jól működő közösségeket, ugyanakkor szeretnének tanulni, és ambícióik vannak a továbbtanulást illetőleg, ugyanis ebben a suliban középpontban van a továbbtanulás és az, hogy minél többen egyetemeken, illetve főiskolákon diplomát szerezzenek. Gimnáziumunk a 21. században is Tolna megye első főgimnáziumához méltóan oktatja és neveli a diákokat. Az új oktatási változásoknak megfelelően készítjük fel tanulóinkat. Neveljük jó közösségi emberré, a világ iránt nyitott és a világ kihívásait felismerő fiatalokká. Mint ahogy a korábbiakban is, évtizedeken át is, most is így van, hogy a Garai János Gimnázium a felsőoktatási továbbtanulásra készít fel, azaz értelmiségi pályára. Ebben a tekintetben egy hosszú láncolatnak a részei vagyunk, jelenleg is ez a képzés és oktatás folyik. Ez annyit jelent tehát, hogy az intézmény képzésében a tehetséggondozás jelent fontos szerepet. Mit is takar ez önmagában? Takarja azt, hogy és jelzi azt, hogy itt alapóra számban is már valamilyen fakultációs képzésben részesülnek a diákok. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartjuk az alapórai oktatást, nincs is normál képzésű osztályunk. Mindegyik osztályunk valamilyen fakultációs képzést valósít meg. Gimnáziumunk már 6 osztályos képzéssel is várja a továbbtanulókat. A cél, hogy már 12 éves kortól külön tehetséggondozó osztályban és 6 éves program alapján segítsük a jó képességű tanulók fejlődését. A felvett kisgimnazisták az általános képzésen túl emelt óraszámban tanulnak biológiát, kémiát és fizikát. A korábbi 8 évfolyamos gimnáziumi képzést az idei tanévtől 6 évfolyamossá változtattuk, mert szeretnénk, hogyha 12 éves korban tudnánk a diákokkal foglalkozni, ez már a Garai János Gimnáziumban kezdődik, ugye korábban ez általános iskolában kezdődött, a 7. évfolyamtól, tehát 12 éves kortól várjuk a jó gimnáziumi közösséghez tartozni kívánó, már ekkor egy kicsit a természettudományok iránt érdeklődő diákokat, mert ennek a képzésnek egy természettudományos specializációt szeretnénk adni, élve a labor kínálta jó lehetőséggel. Vágyjuk tehát az aktív észjárású, ügyes, kreatív diákokat ebbe a csoportba.
Vendio etiam furor iste tuus nos eldet. Nihil concursus bonorum omnium. Ricordi quae contocorrent dequiti parlavo. Manapság a továbbtanuláshoz elengedhetetlen az idegen nyelvek ismerete. Tanulóink 6 nyelv közül választhatnak. Az angol, a német, a francia, az olasz, a latin és az orosz nyelvet sajátíthatják el gimnáziumunkban. Évente kb. 200 a közép- és felsőfokú nyelvvizsgák száma. Ez nagyon magas, hogyha azt nézem, hogy 127 tanulónk, 127-130 körüli a végzős diákok száma, az annyit jelent, hogy majdnem minden végzős diák 2 nyelvvizsgával hagyja el az intézményt, de van, akinek 3 van. Ebben is változtattunk az elmúlt években. Itt is utalnék az oktatás, felső oktatás változásaira, hiszen éppen most hallunk arról, hogy már a felső oktatás való bejutáshoz az elkövetkezendő években nyelvvizsgára lesz szükség, nem csak a diplomaszerzéshez. Az 5 évfolyamos gimnázium keretében nyelvi előkészítő osztályban intenzív nyelvi képzésben vehetnek részt a diákok, angol, francia és orosz nyelvekből. Valamennyi osztályban a már tanult angol és német nyelveket emelt óraszámban haladó nyelvi csoportokban sajátíthatják el a garaisták. Jókat hallottam az iskoláról a tévében is, az interneten is, hallottam és olvastam is róla. És általánosban voltam a felsőbb évesek bemutatni az iskolát, és ott is jókat mondtak és tetszett a Garai Gimnázium. A C nyelvi előkészítő osztályba jelentkeztem, és azért válaszoltam ezt az osztályt, mert engem már általános iskolában is jobban érdekeltek az idegen nyelvek, és szerettem volna egy új idegen nyelvet felvenni, ez esetben az angolt, és mindenképpen a nyelvvel szeretnék tovább tanulni a későbbiekben is. A tanórákon nagyon gyorsan haladunk angolba, ugye heti 12 órában tanulunk angolt, és így elég sok mindent el lehet sajátítani. Az intézmények kapcsolatban az első benyomásaim nagyon jók voltak, hiszen már voltak itt ismerőseim, ők is mindig jót mondtak róla, és nagyon tetszik az iskola. Menjünk tovább! Iskolánkban a 4 évfolyamos gimnáziumi oktatás keretében emelt szintű képzést biztosítunk reál, humán, német nyelvi területeken, már a 9. és a 10. évfolyamon is. A fiatalok A és B osztály közül választhatnak. Az A osztályon belül az egyik csoport matematikát, fizikát és informatikát, a másik pedig német nyelvet tanul emelt óraszámban. A B osztály diákjai a természettudományos, biológia, kémia fakultáció és a humán fakultáció magyar történelem közül választhatnak. Azért választottam ezt a gimnáziumot, mert igazából nagyon sok jót hallottam róla, tehát nagyon szép eredményeket lehet versenyeken elérni, a felsőoktatásba is nagy eséllyel tudunk indulni, és jó felvételi pontszámokat írnak az innen érkezők. Én a biológiás kémiás részében vagyok, ahol az első évben a biológia helyett fizikát tanulunk heti 4 órába, és kémiába is heti 4 órába. És igazából én azért döntöttem emellett, mert én orvos szeretnék lenni a következőkben, és ez nagyon fontos ugye ahhoz. Ezt az iskolát azoknak mindenkinek ajánlanám, mert egyébként nagyon jó iskola. A közösség nagyon jó, tehát nem csak arról van szó, hogy egész nap csak tanulunk, és persze az is nagyon fontos, de emellett van rengeteg program van az iskolának, tehát gólyatáborban egymással megismerkedhetünk, vannak gólyabálok, bulik, és különböző utazások is vannak. És igazából azoknak tudnám ajánlani, akik felső oktatási intézményekben szeretnének tovább tanulni, mert nagyon jó alapokat ad ez az iskola. A Galai Gimnázium az egy hirtelen választás volt, ugye, mert gyorsan költöztünk, és gyorsan kellett egy gimnázium, és nagyon jó híreket hallottak erről anyáik, és azt mondták, hogy ez egy nagyon jó ugródeszka lesz, mert tovább szeretnék majd tanulni egyetemen. És azért gondoltam, hogy ide jövök, és hogy miért a B-osztályt választottam, az pedig azért, mert magasabb óraszámba tanultam a nyelvet, és így a német fakultáció volt a megfelelő osztály számomra.
Hát nagyon szeretem ezt az iskolát, és eddig nagyon-nagyon tetszik, és jó híreket hallottam róla, és jók a tapasztalataim is ezzel kapcsolatban. A német fakultációban vagyok én is, és mi a német nyelvet erősítjük, és tanuljuk magasabb óraszámba. Nagyon kedvesek az emberek, és tényleg így, ahogy jöttem, nagyon sokan ismerték egymást már az iskolába, akik idejönnek, barátok miatt meg ilyenek, de így, hogy belecsöppentem csak így az egész közösségbe, nagyon hamar befogadtak, és nagyon kedvesen fogadtak. És a tanárok is nagyon segítőkészek, és tényleg az osztályfőnökünk is rögtön megkeresett, mondta, hogy mit kell csinálnom, mit, mikor, meg hogy milyen rendezvények lesznek. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. 2010-ben elnyertük az akkreditált kiváló tehetségpont címet. A legeslegjobbakkal kis csoportokban a kollégák hetente kb. 70 órában foglalkoznak. Aki oktatást jól ismeri, és anyagi lehetőségeket jól ismeri, az nagyon tudja, hogy ez egy óriási szám, hiszen a több mint 20 különböző foglalkozást foglal magában, vagy rejt magában. Magában foglalja a versenyekre való felkészítést a különböző tantárgyakból, de tartalmazza sportköröket, diákköröket, újságíró szakkört, vers- és prózamondókört, irodalmi színpadot, tehát egy nagyon-nagyon sokrétű tevékenységet jelent. És a tehetséggondozásnak vannak még egyéb formái is, és ennek is teret kívánunk adni, ami nem annyira órai, mert azért a délután is valamennyire mégiscsak egy tanórai jellegű. Ilyen például a tehetségnapok sorozatunk, vagy a kutatók éjszakája, amelyet az idei évben indítottunk el. Tehát azon vagyunk, hogy minden évben valamilyen más formában adjunk lehetőséget arra, hogy a diákok, ha nem is veszik észre, de akkor is tanuljanak. 2012-ben uniós pályázat eredményeként új természettudományos labor létesült az intézményben. Az iskola ezáltal a régió természettudományos oktatásának központjává vált. Van egy klorofil-fluorométerünk, amit mondjuk növényi levelekre lehet rácsiktetni, és akkor a fotoszintézis intenzitását megnézni. Az elmúlt években nagyon jelentős pályázati forrásokat sikerült megszereznünk. Ezek közül valóban kiemelkedik a természettudományos laborpályázatunk, ahol közel 70 millió forint értékben kizárólag eszközöket tudtunk vásárolni, biológia, kémia és fizika tantár csoportok számára. Ez két típusú eszköz valóban a mindennapi kísérletezéshez. Az egyik oldalon, a másik oldalon olyan tudományos, szinte már kutatóintézetekben kizárólag ott található eszközcsoport, amely a legszélesebb lehetőségét adja a tanulóknak nem csak a mindennapi kísérletezésre, hanem az elmélyülésre is. Ugyanígy nagyon nagy fejlesztés volt a könyvtár fejlesztésünk, ahol szintén legújabb számítógépekkel, egy legújabb kölcsönzési eszközrendszert tudtunk megvalósítani, és most indul egy új tehetséggondozó pályázatunk, amelynek eredményeképpen a Garai János gimnázium működteti majd a Szekszárdis térsége tehetségsegítő tanácsot. Nem véletlenül van ott a bikini szigeteknek a látvány, egyébként a tankönyvben még egy bikini sörgy is meg van, mert a bikini az a bikini attorról kapta a nevét. Nagyon fontosnak tartjuk a sikerek eléréséhez, hogy mester és tanítvány nagyon jól tudjon együtt dolgozni. Iskolánkban nagyon elhivatott pedagógusok dolgoznak, akik nagyon szeretik a gyerekeket, és akik a gyerekek sikeréért dolgoznak, természetesen velük együtt. Többen közülük vizsgáztató tanárok, emelt szintű érettségén, vagy éppen érettségi elnökként, szakértőként is működnek, és van közöttük, aki folyamatosan publikál különböző folyóiratokban, tehát a tudományos munkájuk is jelentős, illetve közülük tankönyvírónk is van. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a diákok ne csak így a tanulással törődjenek, hanem ez mellett tudjanak is szórakozni valamilyen szinten. Ez miatt szervezünk nagyon sok ilyen délutáni programot, mint például akik sportolni akarnak, tudnak szertornázni, focizni,
de akár ilyen versmondó körök is vannak, filmklub, és szoktunk táborokat is szervezni. És hát azokat igazából nem mi szervezzük, hanem így az iskola. Ilyen tábor például a sítábor, ami minden év februárjában van, 5 napig szokott tartani, ez nagyon népszerű a diákok körében. Mindig teli busszal tudnak menni, nyáron szokott lenni a vízitábor, ez június közepe fele szokott lenni. 7 napos szokott lenni, és ez is nagyon kedvelt. És már mi szerveztünk másodszor a gólyatábort, ez a nyár végén van a lehendő 9-eseknek. Különböző programokkal, amik keretein belül meg tudják egymást ismerni az osztályon belül, az osztályfőnököket is, akár is így a felsőbb éveseket. Ez nagyon népszerű volt. A 9-eseknek körülbelül 80-85% el is jött a táborba, és akiket megkérdeztünk, mind azt mondták, hogy ezt nagyon élvezték. Nagyon élvezem. Én azt, hogy nem csak így a tanulás, hanem vannak ilyen kikapcsolódások is, amiken belül ugyanúgy tanulunk, vagy lehet így fejlődni, de nem csak az órán való odafigyelés, hanem így lehet másfelé is el lehet kalandozni. A jövőben tervezünk ilyet, hogy filmklub, ilyet megvalósítani, hogy tényleg nem ezek a tömegfilmek, amit mindenki megnézhet a tévében, hanem kicsit intellektuálisabb művész film felé hajló klasszikusokat is lásson az ember, egy ilyen, az ilyen intellektualitás növelés céljából. Akkor van ilyen, hogy önkéntesség, hogy aki empátiát érez az embertársa iránt, hát ott azért lássuk be, sok rászoruló van Szekszárdon, önkéntes munkát is szerveztünk már, segélyleveleket osztottunk ki, és amiben az állt, hogy egy ilyen ajándékcsomagokat, főleg élelmiszert a rászorulóknak el tudtunk juttatni, és hát így valamelyest jobbá tenni az ő hétköznapjaikat. Diákpolgármesterként elsősorban az a feladatom, hogy tartsam a kapcsolatot a szifonosokkal együtt, a szekszárdi ifjúsági önkormányzat tagjaival együtt, a városok, a diákok, a városunk és a diákok, illetve az iskolák közötti kapcsolatot. Programokkal színesítjük a fiatalok életét, illetve szeretnénk felpesdíteni a mindennapjaikat. Így programokat szervezünk nekik, mint például a Farsangibát szerveztük tavaly februárban. Emellett pedig jótékonykodni is szoktunk. Elmentünk tavaly az idősek otthonába, ott adtunk egy ünnepséget. Fontos, hogy az iskolák kívül is legyen egy élet a városban, ahová tudnak a fiatalok menni, ahová kicsit kikapcsolódni mennek, és tulajdonképpen ezt fogja össze ez a szervezet. Álom kell neked. A lehetetlent akarod lehetségesíteni, értem én. Kissé kockázatos, és kell hozzá egy ember. Színjátszón elsősorban fesztiválokra szoktunk készülni, de természetesen az iskolai programokban is részt veszünk, így megemlékezéseken, illetve húsvétkor, karácsonykor is mi adjuk az ünnepségeket. Emellett pedig egy nagyon jó közösség alakul ki, tényleg a barátságon túlmenően szinte már testvéreknek érezzük magunkat, és nagyon, nagyon jól érezzük magunkat. És hogy miért éppen a Garai? Mert nagymúltú intézmény, mert széleskörű műveltséget és komoly szaktudást ad, mert 2 vagy több idegen nyelv ismeretét nyújtja, mert nem csak oktat, hanem nevel és közösséget épít, mert a Dél-Dunántúl legjobb gimnáziuma, és mert itt tanulni lehetőség azoknak, akik jól megalapozott tudás birtokában választanak hivatást. Várjuk a szorgalmas, igyekvő, egy jó gimnáziumi közösséghez tartozni kívánó diákokat. Jelentkezzetek bátran, találkozunk a Garaiban!